A rajzolás a fiatalság számára nem csupán egy szórakoztató, úgymond unaloműző tevékenység. Remek alkalom például a kreativitás és az önkifejezés fejlesztésére is. A karcagi gyerekek is megmutathatták kreativitásukat és kézügyességüket. Csodaszép alkotásokat készítettek városunk általános iskolásai a Györfi István Nagykun Múzeum által kiírt pályázatra. Az eredményhirdetésen a pályamunkákat készítők közül sokan díjazásban is részesültek. Györfi István születésének 140. évfordulójához kapcsolódva tegnap egy konferenciát szervezett a Györfi István Nagykun Múzeum. Ehhez a konferenciához kapcsolódva meghirdettünk egy rajzpályázatot, ahogy én látom karcagot címmel. A rajzpályázat az alsó tagozatosoknak, igen, egy rajzot kellett elkészíteni, viszont a felső tagozatosoknak prózával lehetett pályázni. Nagyon sok pályamunka érkezett hozzánk, összesen 87 darab, ebből 84 darab a rajz és 3 darab a próza. Az összes karcagi általános iskolából voltak pályázó diákok. Ennek nagyon örülünk, hogy sikerült mindenkit megmozgatni, rajzolásra vagy próza írásra fogni. És mi is meglepődtünk azon, hogy ilyen sok jelentkező és pályamű érkezett hozzánk. Szabó Tünde hozzátette, hogy a Györfi István születésének évfordulójára szervezett konferencián is megtekintették az érdeklődők a gyerekek rajzait és a prózákat. Néhány apróságot is sikerült megkérdeznünk a téma kapcsán. Elmondták, mi látható a rajzukon és milyen technikával készítették. Hát megrajzoltam a rajzot, és utána kivágtam a városházát, ráragasztottam egy kartonra, meg a háttért is, és akkor ilyen kartonból összehajtogattam ilyen harmonika hajtásba, és összeragasztottam a kettőt. Egy másik pályaművön városunk egyik ikonikus jelképét, a karcagi szélmalmot örökítette meg egy tanuló. Ez a szélmalom, és apukámmal, meg anyukámmal csináltam ezt apukámmal csináltam a műhelybe, én festettem, meg összeraktuk apukámmal. Anyukám segített a muhát szedni. Szabó Tünde az eredményhirdetésen köszönte meg a tanulóknak és a szülőknek azt, hogy időt szántak a remek alkotások elkészítésére és a prózák megírására. Minden kategóriában az első 3 helyezett diákot díjazta a múzeum, de külön díjakat is kiosztottak a jelenlévő gyerekek között.